A tiszafüredi járási ügyészség tavaly tavasszal halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat azzal az 58 éves büntetlen előéletű férfival szemben, aki buszsofőrként 2022 nyarán kiskorú gyermekeket szállított Tiszaderzsről Tomajmonostorára. Miután megérkezett, nem vette észre, hogy a jármű utasterében egy 4 éves gyermek maradt. A buszt egy fedetlen parkolóban hagyta, bezárta az ajtót és felhúzta az ablakokat. Így a 4 éves gyermek egy 50 fokosra felhevült utastérben volt órákon keresztül. Olyan súlyosan megsérült, hogy 3 nap múlva meghalt. A férfi most állt újra a bíróság elé. A tiszafüredi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében. Ezért a bíróság a vádlottat 2 év szabadságvesztésre, 300 napi tétel pénzbüntetésre és 5 év személyszállítási tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata fogház. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggeszti. Az ítélet nem jogerős. A vádhatóság az ítélet súlyosbítása, a védelem enyhítés miatt fellebbezést nyújtott be. Az ügy másodfokon a szolnoki törvényszéken folytatódik.